Elindult az Annyit ésszel, mint erővel című műsor a TV2-n. Ki más lenne a műsorvezetője, mint Till Attila? Köszöntünk. Bár ez nem tudom, miért egyébként. Nem, és Szabó Anna Bella, aki pedig egy milliós győztes. Így van, jó reggelt, sziasztok. Nem, mert hogy te annyira jól viszed ezeket a kvíz műsorokat és ezeket a vetélkedőket, hogy már azt önállóan is jó nézni, ahogy te vezeted. Igen. Más is tudja azért nem, szerintem. Hogy amennyire élvezed a képernyőt. Tehát hát élvezem, igen. Meg mondjuk egyébként a sport is közel áll hozzám, ezt szerintem kevesen tudják róla, mert mindig azt szokták mondani, hogy a bringás. Kerékpározik, pedig én rengeteget sportolok. Pedig nagyon minden sportot imádok, tehát egész jó kis izmaim vannak, csak hát egy ilyen SS méretben. Nem az XXL-ben nyomom, de... Na meséljetek, nagyon érdekes egyébként a műsor, meg hát nagyon nehéz lehet összeegyeztetni azt, hogy nyilván észben is ott kell lenni, meg testben is. Nem tudom, hogy ez neked mennyire volt nehéz. Hát voltak nehézségek, mint például ugye eleve a döntőben, ugye ahol elfelejtettem, hogy válaszolnom kell a kérdésre, mert ugye nyilván arra koncentráltam, hogy húzzam fel magam, és ne essek le. Mert ha leesek, akkor ott vége. Kvízjátékban azért ez elég nem lehet, mert válasz össze kérdésre. És akkor én bekapcsoltam, hogy ugye úgy van egy kérdés, amire meg kéne válaszolni. Pedig ugye mi férfiak azt gondoljuk, hogy ugye ti nők több dologra tudtok egyszerre figyelni. Hát, aki látta a műsort, az pont azt láthatta, hogy igazából én voltam az, aki az erőnléti feladatokat csinálta, és ugye a párom David volt az, aki inkább a kérdésekre válaszolt. Uh-huh. És igen, egyébként most a nézőink láthatják is, hogy egy pici részletet a műsorban. De most kicsit úgy elméláztál, nem így a látványon? Föl kell fogni, mi a feladat, tudod? Igen. Neki más kell fölfogni. Ez döntő volt egyébként, igen, és itt azért már így próbáltam magam, igen, itt nem tudtam, hogy mennyire magasra kell felhúznom magam. Mi az, ami igazából fárasztó a műsorban? Az, hogy fontosan koncentrálni kell, az, hogy ez egy tévéműsor, az, hogy esetleg a Tilla szándékosan ki akar zökkenteni. Nem, én aranyos vagyok. Nem, és nagyon kedves. Én ott közelről látom, ez olyan nehéz. Gondolj bele, mondjuk fekvenyomás közben válaszolnod kéne, hogy mit tudom én, sorolj fel 5 német nagyváros. Gyorsan 10-et felsorolni. Hát vagy egy-egy. 10-et nem lehet? Azért ez nem érdekel. Egy állásúlyan is közben elfogyna az erő. Biztos, hogy nehéz, hát nem véletlenül. Igen, hát amúgy az ember pedig a kameráktól egyébként leblokkol, mert amikor én csináltam, a gátugrásos feladat volt az, és Davidnek pedig 6 vagy 7 város kellett felsorolni várbetűkkel, amiben az a város, az a szó, amiben a város, amiben benne van a várszó. Uh-huh. És ugye ott én nem is hallottam, hogy mi a feladat, majd mikor Tilla kérdezett tőlem, akkor kapásból tudtam válaszolni. És ugye tényleg itt az van, hogy ha pont az ember egy olyan szituációba kerül, akkor nem feltétlenül kapcsol úgy az agyat. És nem féltél mondjuk beülni ebbe a kis szerkezetbe? De egy kicsit így, itt pont itt így azt hittem, hogy leesek, mert így azt hittem, hogy ez tök stabil, hát annyira nem. De utána felhúztam magam. Azért ez rémisztő, amikor betolják ezeket a szerkezeteket, meg különféle ilyen berendezéseket. Már az szerintem önmagában. Igen, mert alapvetően ugye a privát életben soha nem vagy 3-4-5 méter magasságban, vagy nem ülsz be egy ilyenbe soha. Hát persze, szerintem is eleve félelmetesek, de ami a legrosszabb, hogy általában ezeknél a gyakorlatoknál ugye arról van szó, hogy folyamatosan elfogy az erőd. Ettől még jobban zavarba jössz. Tehát itt mindig az van, ez mindig olyan, mint hogy lehet-e 10-et húzóckodni. Lehet, hogy egy erős ember tud 10-et, és akkor azt mondja, hogy jó, lehet 15-öt is, hát a 15-dik az már ott megdög lesz, hát ez nem lehet. Hát ez, vagy ez bármire vonatkozik. Látottuk, hogy egyre nehezebb, nem, Bella? Hát, tehát, hogy itt biztos, a végén látom, majd már piros a fejük. Igen, tényleg az első kettő, ez tök könnyű lesz, felbírom magam húzni. És felhúztam magam 3-szor, 4-szer, 5-szer, és mikor megint kellett és megint, akkor már így azt éreztem, hogy jó, akkor... Hát itt a saját súlyát tartja. Tehát vagy lóg, és akkor tehát úgy lógsz, hogy magadat tartod, vagy húznod is kell, mert folyamatosan ereszkedsz lefelé. Látottuk ugye, hogy a műsor promózásánál ugye kipróbáltál jó pár játékot. Egyébként szerinted végig tudnád csinálni? Egymás után az összeset? Uh-huh. Az kizárt, hát 50 különböző játékunk van kb. Tehát azt szerintem senki nem tudná egy adásban végigcsinálni. Hányféle játék? Hát egy adásban ugye először van 5 az első fordulóban, utána van 6, hát egy adásban van 8, 7. De nem kell mindenkinek, de az is lenne. Nagyon fárasztó. Megnéznélek téged is. Jön a ninja, nem Magda. Ninja harcosoknak a műsora, ott meg megnézzük, hogy ki ez, aki hosszan tud végigmenni valami komoly pályán, de itt ez is elég. Tehát itt azért az, hogy közben kérdésekre kell válaszolni, az tényleg kinyírja a játékosokat. Tehát ez te egyébként a gyerekekkel bele szoktál menni, a saját gyerekeiddel ilyen tevékenységekben, mint például, nem tudom, ilyen kalandparkokban, húzódás. Ja, abszolút.
Én azt nagyon szeretem. Tényleg? Mindenféle, mindegyik gyerekkel mást sportolok. Hogyne? Hát általában, tehát most kezdtem el snowboardozni, mert a legidősebb gyerekem snowboardozni szeretne, és én nekem eszembe nem jutott, de kellett neki egy partner, mondom, oké. Hát olyanokat estem, hát volt most legutóbb Svájcban, de én ezt szeretem, tehát olyat nyomtam snowboarddal, már mondta, egész jól megy, erre megállt a snowboard, és egy ilyen dupla cukaharat, hát tényleg ez volt a búcsum most így a sípályától, hogy följebb volt a snowboard, mint a fejem, és akkor a haverom ránézett, meg vagy, mondom, meg, de ez tényleg durva, ahogy mondtad, azért tényleg van egy-két komoly esés, így, úgyhogy én ezt szeretem, nem, én szeretem, tehát ez az egész sport dolog, azt szerintem jót tesz, úgy agyba is, tehát ahogy a vér végigfut a testeden, és így felfrissülsz, az nekem egy ilyen komoly kábítószer, tehát én ezt nagyon imádom. Téged gyakorlatilag a srácok tartanak, igen, akkor fitten? Tehát, hogy mindegyikkel mondtad, hogy sportol? Hanem is, tehát ők is, meg magam is. Na és miket csinálsz a fiúkkal? Fiúk, a legkisebbel korcsolyázom, jégkorcsolyázom és görkorcsolyázom. Vele az kint, lett. Kint az igen, meg a garázs, mit tudom én, van rend, igen, csak azzal egyszer, csak ott eltörtem a csuklómat egyszer a jégpályán, de ez volt a tavalyi. A középsővel box ökölvívás, mert az meg a boxot imádja, és nem akart elmenni egyedül, és akkor elkísértem, és ott ragadtam, mert én régen csináltam, és azt én, hát ez a legdurvább kardió, meg mit tudom, tehát meg azt szeretem, tehát ott a Petrányi Zoli, hát ez ilyen hobby box, de ott mindig könyörgünk, üssél, vágjál, és akkor az is nagyon jó. A snowboard a legnagyobbal, magam pedig így... Gyúrni szoktam. Gyúrni futni, kevetni, tehát mutatott, hogy mennyire. Hát ott páváskodom, igen. A konditeremben, azt nagyon-nagyon szeretem, tehát nagyon okosan, egy másfél óra edzés után kerül elő a gép, amikor már be van durrantva, vár, minden... Nagyon szeretem, nagyon. Tehát én egy ilyen kondi majom vagyok, tudod, de ez tény, ez néha a gyerekeim mondják, hogy annyira ciki, ne fotózz már magad, és megfogadom, de amikor bedurranak az ízba, de te is jársz, nem? Persze. Hát ezt nem lehet kibírni, az embert nézeget, tehát hogy egyszerűen ez ilyen műfaj, nem tudom, hogy de lányok is, nem? Hát Bella, te is biztos ilyen. Persze, hát mindenki csinál magáról képet, hogy lássa azt, hogy mennyire fejlődik, de amúgy vannak igen tipikusan, akik így folyton fotózgatják magukat a kondi majmok. Igen, és én megfogadom, hogy nem, és nem bírom ki. Na, mindegy. Ugye megvan a nyereményed, mire fogod költeni? Hát lakásvásárlásnak ez egy jó alapja lesz, ez már régóta tervben volt, aztán ez így pont így a sors úgy hozta, hogy akkor ez így most megalapozta. Úgyhogy jó helyen lesz, nem pedig elszórjuk cipőkre. Gratulálunk akkor. Ezek szerint fölmerült? Nem pedig elszórjuk cipőkre, de egy gondolat. Ez egy gondolat, hogy mennyi cipőkre. Egy kósza gondolat fölébredve. Igen, hát akkor viszont nekiugrunk, ugye? Annyit én szerint erővel. Minden hétköznap Tillával. Nyomjuk. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük.